A Momentum tegye fel magának a kérdést, hogy francia érdekből dolgozik, és honnan tudja erre a választ, hogyha a kérdést, tegye fel a kérdést, hogy Franciaország jó-e az, amit csinál, Magyarország rossz-e az, amit csinál, és hogyha erre a két kérdésre válasz igen, akkor az valószínűleg francia érdek lesz. A egyszerű bekerülési költsége például a csajozásnak is hihetetlen magas, de aki nem hajlandó ezt az összeget rááldozni erre eme nemes tevékenység, akkor a végén ott fog maradni, hogy különböző előfizetéseknek ennek a többszörösét költi el. A budapesti atlétikai világbajnokságon megkímélik az ukránokat az oroszokkal való versengéstől, de egy erős ellenfél így is ül a lelátón. Orbán Viktor miniszterelnök, írja a Tagesspiegel. Sziasztok, ez itt a Hobbista Hardcore, és mi másról beszélnénk a mai műsorban, mint a legaktuálisabb, legnagyobb eseménnyel kapcsolatos mindenféle észrevételünkről, véleményünkről, történésekről, atlétika VB. Amikor most ez ugye kikerül adásba, mert majdnem egy hete zajlik az esemény, meg volt a megnyitó ott volt Karácsony Gergely, a nagyvad. Végül is megjelent, pedig fenyegetőzött vele, hogy nem megy el a megnyitóra, de korábban nem csak az a fenyegetőzött, hogy nem megy el a megnyitóra, hanem hogy mindent megtesz azért, hogy ez a rendezvény ne jöhessen létre. Hát úgy néz ki, Gergő, ez nem sikerült. Szerintem nem ezen múlott, hogy valami alkukötetett, csak ő felajánlkozott, hogy valakinek kell ez a VB, akkor ő ezt megfúrja szívesen pénzért cserébe, csak senki nem jelentkezett, beérte. És akkor így hát gondolod, mondta, hogy ugye, hogy a Momentum sok pénzt kapott Franciaországból azért, hogy... Ezt most kérdezted? Kérdezem, hát... Na, ezt már mondhatjuk, ezt miért lehet mondani? Én kijelentem, hogy a magyar ellenzéknek ezek a tagjai semmit nem tesznek úgy, hogy azt nem nyugati megbízást. Ja, ez nincs vita. Tehát ez náluk nem egy ideológiai kérdés, tehát eljátszák ugye, hogy ez milyen sokba kerül nekünk egyrészt, nyilván ezen röhögünk, tehát épeszülön be lesz kirögi, hogy ezeket ez érdekli, tehát ez valami fajta ilyen emberbaráti, vagy az ország érdekében végzett, de azt is gondolják sokan, hogy ez valami fajta kampány megnyilvánulás náluk, azt gondolják, hogy ezzel szavazatokat tudnak szerezni, hogyha fúrnak különböző eseményeket. És persze a szűk, kemény maga, a törzs szavazók körében, akik annyira orbanofóbok, hogy tök mindegy. Belpest. Ott lehet ezzel, de szélesebb körben nem. De nem ez a lényeg, hogy ezek nem politikai állásfoglalások, ezek valamilyen külföldi megrendelésre történik. Nem tudom már ki mondta, lehet, hogy egy politikus volt, vagy itt valaki közül, mert tényleg nem emlékszem, hogy a Momentum tegye fel magának a kérdést, hogy francia érdekből dolgozik, és honnan tudja erre a választ, hogyha a kérdést, tegye fel a kérdést, hogy Franciaország jó-e az, amit csinál, Magyarország rossz-e az, amit csinál, és hogyha erre a két kérdésre válasz igen, akkor az valószínűleg francia érdek lesz. Nézd meg például, hogy jaj, rendeztek egy kupa döntőt a grupomában, mennyi pénzbe kerül ez nekünk, miért nem a kis korgó pocikat tömködik Borsod megyében. Ilyenek sosem hangzanak le az ellenzéki nyilvánosságban, csak hogyha valami olyan sporteseményt hozunk oda, legyen az mondjuk egy EL döntő, vagy egy BL döntő, amire most próbálkozunk, hogy ezt is ide szervezzük Magyarországon, azzal viszont már rögtön baj. Olyan, hogy máshol meg lehetne rendezni, ne talán Párizsba, Berlinbe, Münchenbe, hát azzal mindig baj van. Párizsba, Lyonba, Marseille-be meg lehetne rendezni, így érted? Igen, tehát hogy amit máshol el lehet adni, és be lehet jelentkezni, hogy én némi pénzért ellenségeskedés szítok Magyarországon, akkor abból megszületik a narratíva, és akkor megjelennek a korgópocakok Borsodban. Én válaszolok a kérdésedre. Új. Remélem, hogy minden tiszta. De várjál, már korgó pocak. Ugye most volt a tűzijáték is, azzal is elkezdtek hergelni, hogy 1,4 milliárdba került, ugye kikérték az adatokat. Azt osszuk el, 10 millióval vagyunk. Most egy picit felkerekítek. Mennyi az? Tehát fejenként a tűzijáték 140 forintba került. Neked, mindannyiunknak. Hát de ez mit jön le? 140 forintot az én pénzemből eldurogtak. Nem, azt a miadónkból, a cövékből, a kormány biztos, olyan civil szervezeteket igen, támogat a kormány, akik a Pride-ot csinálják, vagy igen, a pince színházakat. Az ő adójukban lakásszínházak működnek. Így van. Már nem működnek. Pedig én azt hittem, hogy a piac eltartja az Altriumot. Nem ez történt? Hát nem. Na hát.
Nem, én mindig sajnálom, hogyha egy színház bezár. Köszönöm, hogy ezt nem tudtad rögtön. Próbáld komolyan elmondani. Nem, tényleg, tehát hogy sajnálom, hogyha színész. Nem, ha minőségi színházak nem mindig tudnak működni, azt az ember tényleg sajnálom. Minőségi kultúrális. Azt ugye vágjátok, hogy a Hobbista webshopban már pulóvert, strandtörölközőt, vászontáskát, bögrét és autóillatosítót is választhattok. Meg persze rengeteg pólót. Itt a legújabb széria azoknak, akik nem csak magyar hazafiak, de lokálpatrióták is. Én Pest vármegyében lakom, bár egyre több időt töltök Veszprém vármegyében is, úgyhogy lehet, hogy mindjárt föl is dobok magamra egy olyan pólót. Hopp, meg is van. Ó, elrontottam. Mindegy, északi part, déli part. Válasz ki te is a sajátodat a webshopból. És köszönjük, ha a vásárlással a munkánkat is támogatod. Ja, aztán, ha a vármegye felirattól valami szembejövő lipsi vinyogni kezd, az már az ő baja. www.hobbistawebshop.hu. Köszi. Meg ajánljuk mindenkinek a figyelmében laptársunkban a mandiner.hu pixelén megjelent fogalmazást a Vágvölgyi Gergely barátunk tollából, aki elég részletesen megpróbált elmagyarázni Bunkotai Lilinek, hogy ez milyen hatással van a gazdaságra, meg az a egy égbe lőtt forint, az hány egyéb forintot mozgat meg Magyarországon. Meg amúgy ez mégiscsak a magyar államiságnak a születésnapja. Tehát aki ezen akar spórolni, akkor menjünk már vissza oda, hogy te akkor el lehet menni nagyon, nagyon demagógba, tehát hogy miért teszünk a szeretteink sírjára virágot, miközben az csak ott elrohad, miközben a virágra költött pénz, meg a koszorúra költött pénzt el lehetne megint korgópocikra is költeni. Tehát, hogy egészségügyre. Mind gyakorlatilag akkor a végén ott ülünk egy üres mező közepén pucér seggel, mert amíg meg nem oldottuk Magyarország összes problémáját, addig ne költsünk semmire, csak a problémákra. Most az, aki csak a problémákra akar koncentrálni, annak nagyon keserves élete van, és folyamatosan választásokat veszít. Hát ez a minden szarizmus, nem? Igen. Ezt tudod, de egyébként igen, ez is egy nagyon fontos szempont, hogy most akár tényleg, akár tűzijáték, akár sportesemény, hogy ezeknek valóban van egy relatíve magas bekerülési költsége, de egyrészt mondjuk a sportesemény az konkrétan jegybevét, vagy egy koncert ezekben a stadionokban, tehát jegybevételből is rengeteg pénzt behoz, de a különböző járulékos, tehát az, hogy mondjuk az pont jó példa a tűzijáték és ugye a Magyar Ízek utcája ott a Várkert bazárban, hát ott egy nagyon komoly, nyilván rengeteg magyar vállalkozás, aki kitelepült, ezek komoly bevételhez jutottak. Mészáros. Rengeteg... Ja, mind a Mészáros, persze, hát, az mind a Mészáros. És a tűzijátékkal és az állatok, a tyúkok, rókák, vadak, nagyvadak, mennyire félhettek a dúroktatás miatt? Meg hogy egy sokkal profánabb párhuzamot is mondjak, vagy egy példát mondjak, hogy például a egyszerű bekerülési költsége például a csajozásnak is hihetetlen magas, de aki nem hajlandó ezt az összeget rádozni erre eme nemes tevékenység, akkor a végén ott fog maradni, hogy különböző előfizetéseknek ennek a többszörösét költi el. Köszönöm szépen, hogy ezt akkor nem kell tovább magyaráznom. Értjük. És vajon egyébként, ha visszatérve Karácsony Gergelyre, hogy azért hogy érezhette magát ott, ő kampányolt ezzel a rendezvény ellen, most aztán meg nyilván becsicskult, és most már ott pózol Sebastian Coe mellett. Remélem rosszul. Biztos lett, teljesen szégyelte magát, hiszen ilyen még nem tölt. Ja, de két éve pontosan ugye ezt csinálta. Foci EB-n ott virított a többi. Jó, de aztán értem, hogy zével. Abszolút, de ugye azért most azt látjuk, hogy most valahogy azért mégiscsak egyedül maradt. Nem, Baranyi Krisztával maradt. Nem, de nem érted. A Gergő mögül kezd kimenni az erő. Nem. Elment mögül-e a támogatás. Jó, de akárhogyan is nézzük most. Én nem értem, hogy Karácsonynak egyszerűen mi szüksége volt arra most erre a hatalmas. Én értem, amit Ambró mond, hogy akkor most bejelentkez, hogy ő nagyon szívesen megfúrja egy kis anyagi támogatásért az atlétikai VB-t, de okay, ezzel segget csinált a szájából, mert igazából megtehette volna, simán nem. Tehát mi történik, hogyha nem megy el? A DK nem ment el, és akkor ő most elment, és akkor ő mutatja, hogy most... Ő milyen független és erős. Igen. Mert ő egy zselé. És ő zseni vagy zselé? Zselé, nem zseni. Meg is lepődtem, hogy... Meglepődtél volna mi. És nagyon érdekesek a egy-két külföldi reakciót szemezgessünk, mert nézzük, például Svédországban történt az, hogy még a nyitás előtt, tehát a megnyitó előtt az Aftonbladet, ha így kell mondani, nem ugye, kőbalos bulvárlap, rengetegen olvassák, és a csütörtökön megírták, múlt csütörtökön, hogy hát
állítólag sok atléta szerint Budapestnek nem is szabadna megkapnia a VB-t. De nem is titkolja, tehát már nem is árnyák, nem is indok, hogy nem kéne, hogy megkapják. Nem méltó rá Budapest, mert hogy is akkor felsorolta, hogy mert mit csinálnak az LMBTQ-val, hogy nem házasodhatnak, meg a tranyok nem válthatnak nemet a személyükben, csak úgy, meg hogy nem lehet a gyerekeket az iskolába felvilágosítani, nem szabad. Ugye a gyermekvédelmi törvény, tehát megjelenek, és akkor megtalálták a svéd atlétikai válogatottnak a szövetségi kapitányát, bizonyos Kajsa Bergqvistet, aki egy nyíltan leszbikus nő, és ő a házastársával, a leszbikus házastársával nevel egy gyereket. Hát gondolták, hogy hát majd ő is. És mondta, hogy oké, van magánvélemény, nagyon korrekt volt egyébként, de az van magánvéleménye, de az ő dolga az az, hogy a versenyzői a lehető legjobban szerepeljenek. És egyébként nagyon elégedett volt a rendezvénnyel. Kikerült ez a, ugye az Aftonbladetnek a cikke, kikerült a egy pillanat, Jesszi, azért szoktatok nézni atlétikát? Nem. Tudjátok, hogy hol volt az elmúlt 5 VB mondjuk? Az előző az Amerikában. Az előző Amerikában volt, az előtt Katarba, Egyesült Államok, London, oké, majd Peking, Moszkva. Melyik országban lehet melegházasodni ezek közül, a nyugatiakat kivéve? Tehát az Egyesült Államokat, igen. Még ott sem hiszem, hogy Oregonban nem biztos, hogy lehet melegházasodni, ezt nem tudom. De Oregonban biztos, Oregonban lehet. Oregonban biztos, hogy ott biztos lehet. Katarban, meg Kínában nem lehet, az biztos. Nem. Ez így van. Na és kikerült a Facebookra a cikk, és akkor jött a kommentáradat, és 100-ból 99 az dobta föl már komment, hogy mert ugye az benne van a cikkben, hogy 7 milliárd koronának megfelelő pénz, és hogy azt hitték a cégek, hogy hát sokkal jobb, hogy erre költik, mint hogy mondjuk fegyvert küldeni belőle Ukrajnának, ahogy Svédország teszi. Meg ugye ilyen, meg írták a kommentelők, hogy Magyarország szuperhely, biztonságos, szép, normális, van szólásszabadság, vélemény, pluralizmus, és főleg, hogy hülye, aki mást mond. És mindezt a szalonképestől a kurvanyázásig terjedő skálán. Tehát a svéd embereknek egy nagy része is tök normális, hiába próbálják rájuk erőltetni fölülről az őrült masszagot a médián keresztül ott is. Hogy csinálják ezt a németek, azok, akikhez képest a svéd kommentmező egy ilyen lágy mediterrán szellő a termékeny napfényes völgyben? A Tagesspiegel lap szerint az idén Magyarországon megrendezésre kerülő világbajnokság elválaszthatatlanul kapcsolódik a politikához. Nos, először is kedves fogyatékos német média, aki valahogy percek alatt visszatért oda, hogy 1945-ben vagyunk, ahol abba hagyta. Nem kapcsolódik hozzá elválaszthatatlanul, csak a ti beteg birodalmi német elmétekben kapcsolódik, ahogy 1936-ban is kapcsolódott. Hát igen, mert ekkoriban volt az, hogy a német sportegyesületek kizárták a zsidó sportolókat az egyesületekből, versenyekből. Nem, aki nagyon jó volt, azt mondták, hogy hát te zsidó vagy, de gyere már, légy szíves, vívni. Akarunk egy aranyérmet, és képzeld, második lett a magyar hölgy után. Ja, igen, volt ilyen, igen, szem 5 ilyen sportoló volt Magyarországról, igen. Is, valóban, de a többséget ugye kizárták, de és annyira ők nem volt nekik bele. Büdös a zsidó, hogyha aranyesélyes volt, hát, mert akkor hirtelen megáriás. Hát az arany a... náluk, így van. És igen. Ugye ők hozták létre a Makabi Szövetséget, és csak egy kis érdekesség, hogy ide a rasszista Magyarországon volt ugye tavaly a Makabi sportesemény is. Tehát igen. Amikor megtalálnak minket, a világ kicsit... legnagyobb zsidó sportesemény. Amúgy kicsit érthető ez a felvetés a birodalmi németektől, mert óhatatlanul összekapcsolódik valamennyire a politikával, de ez inkább náluk érvényes, mert nyugaton egy-egy a nagyobb sporteseménynek a megszervezése, hát finoman szólva is komoly biztonsági kihívás, elsősorban biztonsági, másodszorban meg, hogy akkor hova pakolják azt a rengeteg utcán élő, frissen jött... Új németet, meg új franciát, meg új spanyolt, meg... Képzeld, de San Franciscóban milyen probléma igen, lehet. Igen, tehát ott a drog pandémiával is majd kell valamit kezdeni, és náluk tényleg óhatatlan, tehát ott a politikusoknak nagyon-nagyon teperni kell, hogy bebizonyítsák, hogy az elmúlt 10-15 évben hozott döntéseik nem tették alkalmatlanná a városaikat egy-egy ilyen nagyobb szabású rendezvénynek a megtartására. Nálunk meg ugye, mivel nem küzdünk ilyen problémákkal, nálunk azon múlott, hát, hogy van nincsenek stadion, no-go zónák, nincsenek drogárusok, vége láthatatlan. Nem mondom, hogy a Király utcában nem fordul elő ilyesmi, csak kérdezem esténként, de hogy nem arról van szó, hogy elözönlötték. Ez nem egy rendszer szintű, igen. Rendszer szinten.
Igen, tehát ez a klasszikus közbevetés, hogy jó, de hát nálunk is van vietnám étterem. Persze, nagyon szeretem. Jó a kaja. Hál' Isten, hogy vannak. Sokkal kevesebb gond van a másnapossággal, mióta a főleves felfedeztem. De ez nem azt jelenti, hogy nálunk külön no-go zónák meg migráns negyedek alakultak ki. Igen, de folytatom, hogy mit írt még ez a nagyszerű Tages Spiegel. A budapesti atlétikai világbajnokságon megkímélik az ukránokat az oroszokkal való versengéstől, de egy erős ellenfél így is ül a lelátón. Orbán Viktor miniszterelnök, írja a Tages Spiegel. Orbán az erős ülő atléta, akit megvernek az ukrán gerelyek. Egyébként szerintem titokban biztos, hogy arra vágynak, hogy valahogy el is találják. De azért ez egy ilyen klasszikusan német konfliktus. Ez a német koponyákon belül játszódik. Mert az tök biztos, hogy egyetlen ukrán sportoló se annyira degenerált, hogy a lelátón ülő Orbánt akarná túlszárnyalni. Ehhez azért német újságírónak kell. Én értem, hogy mire gondolt a német újságíró. Tehát azt, hogy messzire dob az ukrán diszkurzusvezető, és ettől összedől az egész tákolmány azonnal. És Nagy Ervin lesz végre a miniszterelnök. Nem tudom, hogy... Elég csak eldobni a diszkoszt. Aha. Valószínűleg az a kérdés, hogy ki az úgy Jesse Owens, mert... Ha tetszett a műsor, iratkozz fel a YouTube csatornámra, itt mellettem, hogy a többiről sem maradj le. Köszi.